Egy 1000 fő megkérdezésén alapuló tavalyi kutatás szerint Magyarországon 18-tól 75 éves kor között 10-ből 8-an havonta legalább egyszer belépnek valamilyen közösségi média fiókjába. A tagok harmada pedig hetente többször is bővíti saját tartalommal profilját. A közösségi média használat nem csak kellemes kikapcsolódás, de komoly veszélyeket is magában rejt. Megkérdeztünk néhány kőbányai diákot, hogy nekik milyen tapasztalataik vannak a közösségi média használatról. Igen, szoktam használni Facebookot, Instagramot, képmegosztó oldalakat. És miért jók ezek szerinted? Hát könnyebben el lehet velük érni a barátainkat is, és... Ne általánosságban fogalmaz, te magad, neked mit jelent ez? Hát én is könnyebben tudom vele érni a barátaimat, meg igazából vicces dolgok is szoktak rajta lenni. Mesélsz nekem ilyet? Hát ilyen vicces képek igazából, hát amik ilyen mémek, meg a többi, azok jók. Mennyi időt foglalkozol ezzel egy nap mondjuk? Hát én nem szoktam minden nap, tehát amikor van időm, igazából egy héten egyszer-kétszer szoktam. Napi 1-2 órát töltök el velük, például a Facebookkal, a Skype-al és a Messengerrel, és általában arra használom, hogy a barátaimmal beszélgessek, meg tudjam beszélni, hogyha el szeretnék menni valahova, és nagyjából ennyire szoktam használni a közösségi oldalakat. Emlékszel, hogy hogyan tartottál kapcsolatot a barátaiddal, vagy miben volt más az életed, amikor még nem voltak ilyen közösségi oldalak? Hát akkor úgy tartottam őket, hogy például elkértem a telefonszámukat, fölhívtam őket, vagy ez megtörtént fordítva is, máshogy nem nagyon tudtuk tartani a kapcsolatot. Én a legtöbbször a Facebookot ugye beszélgetésre használom a barátaimmal, meg az ismerőseimmel, de mindig megnézem, hogy mit tettek ki, képeket, és igazából ennyire. Emlékszel arra, hogy tartottad velük a kapcsolatot még mielőtt nem voltak ilyen közösségi média oldalak? Hát igen, az még igazából alsóba volt, mivel már felsőben, már Facebookon nagyon sokat beszéltünk mindenkivel, de élőben is ugyanúgy beszélünk, és nekem nem maradt el ez az élőbeli kapcsolat a barátaimmal. Láttál már valaha a suliban vagy környezetedben olyat, amikor valami kellemetlenség történt közösségi oldalon? Igen, nekünk volt az osztályal egy ugyanilyen problémánk, hogy felvettek valamit, és azt pedig kirakták ugye a Facebookra, és ebből egy kisebb balhé lett. Mi volt az, amit felvettek? Hát két gyereknek a kisebb verekedését osztályon belül, és erre rájött az igazgató, és ebből egy balhé lett. Szerinted ez helyes, hogy föltöltötték? Nem, szerintem ez egyáltalán nem helyes, és nem is szabadott volna. Amikor te valamit fölraksz, megosztasz, akkor szoktál gondolkodni azon, hogy feltegyed, vagy ne tegyed, vagy csak úgy automatikusan feltöltöd? Mindig gondolkozok, hogy feltegyek. Ugye nem rakok ki mindent, amit csak kell, hanem csak az én legkülönlegesebb dolgokat. Mondasz nekem példát? Hát például ugye én Európa-bajnok vagyok karatéba, és azt kiraktam, mikor megnyertem képet. És milyen érzés volt? Valamit kaptál rá választ? Igen, nagyon sok gratulációt kaptam, meg élőben is ugye nagyon sokan gratuláltak, hogy látták ezt a képet. Például olyan képeket nem rakok fenn magamról, amik nem illendőek igazából. Tehát profilképet én is mindig úgy választok, hogy normálisan nézzen ki, ne legyen benne semmi olyan, amit nem illendő felrakni. Például az egyik srác, akivel előbb beszélgettem, mondta, hogy nagyon sikeres a sportban, és jó érzés volt neki kitenni egy olyan képet, ami mutatta azt, hogy jó eredményt ért el. Szerinted csak ilyen dolgok vannak fönt a közösségi oldalon, ilyen pozitív dolgok? Nem csak pozitív dolgok vannak, mert vannak olyan emberek is, akik nem rendeltetésszerűen használják sajnos az oldalt, de szerintem a pozitív dolgok azért jobbak. Tehát én is például én is járok edzésre, és nekem is például vizsgavideóim fent vannak, tehát én is nagyon szeretem ezeket megosztani. Volt már valaha rossz tapasztalatod? Hát az osztályban igen, mert volt egy lány, aki megosztott valamit, amiből utána később baj lett. Mi volt az, elmeséled nekem? Hát, hogy volt egy videó, amiben az osztálytársaim verekedtek, és ő felrakta a Facebookra, és hát az igazgató egy kicsikét megszidott minket. Ezen kívül láttál valamit esetleg a környezetedben?
Nem, én nekem nincsenek olyan ismerőseim, tehát akikkel, olyanokat nem is szoktam visszajelölni se, akiket nem ismerek. A Facebookon szoktam csomószor látni olyan videókat, hogy például verekednek, azt fölveszik és kirakják, tehát egymást sértik meg ezzel. Velem nem történt még ilyen, csak tegnap bejelölt egy férfi, és szerintem pedofil volt. És mit csinálsz ilyenkor, ha valaki olyan jelöl meg, akit nem ismersz? Akit nem ismerek, azt nem szoktam általában visszajelölni, de a tanár, az egyik tanárnő itt az iskolában ismerte, és gondoltam, hogy ide szokott járni, vagy itt szerel, vagy takarító, vagy ilyesmi, és aztán végül letiltottam, mert zaklatott tovább. Ezt hogy kell elképzelni? Mi az, hogy zaklatott? Hát rám írt, és akkor mondta, hogy nem szeretnék-e találkozni, meg hogy nem megyek ki valamikor, és megmondtam neki, hogy nem, köszönöm szépen, ebben nem kérek, és viszlát. És szerinted akkor így lezárult a történet? Megnyugtató ez neked? Igen, mert elköszönt, és többet nem tudtam máig róla. Tehát többet azóta nem hallottam róla. Ennek ellenére úgy gondolod, hogy mégis használni fogod ezeket az oldalakat? Szerintem továbbra is használni fogom, csak akit nem ismerek, továbbra se jelöljön vissza. És azt tudod, hogy egyébként bármit odaírhatnak a képeid alá? Nem volt esetleg még soha rossz tapasztalatod ilyen kommenteléssel kapcsolatban? Nekem még nem, tehát engem nem szoktak ugyannyira bántani, de volt már barátnőm, aki alá rondákat írtak. És ő mit tudott csinálni? Hát igazából csak megbeszélte a szüleivel, aztán azt mondták neki, hogy ne foglalkozzon vele. Minden életkorban és minden élethelyzetben érdemes óvatosnak lenni, nem csak a tizenéves korban. Dr. Gyetvai Tibor, Kőbánya rendőrkapitánya gyakorlati tanácsokat is adott a közösségi média használathoz. Kapitány úr, fent van valamelyik közösségi oldalom? Nem, nem. Milyen megfontolásban? Mind szakmai, mind magánéleti megfontolás, úgy gondolom, hogy a magánéletem az sokra nem tartozik, a közösségét pedig gyakorlatilag most is látják. Hogy van ez, rendőrkapitány úr, hogyha úgymond leteszi a napi hivatali munkáját, akkor magánember jogilag? Hát, jogilag igen, gyakorlatilag ezt az emberek nem így látják, hiszen volt már olyan lakógyűlés, ahol megemlítették, hogy hát itt van a rendőrkapitány, és hát őróla is beszéljünk már. Gyakorlatilag megszűntem, mint magánember, hiszen itt élek Kőbányán. A szűk lakóközösség az tudja, hogy ki vagyok, és nyilvánvalóan bármiféle megjegyzést, kommentet vagy észrevételt, javaslatot tennék, ezt soha nem tudnám magánemberként megtenni már. Mindenki arra asszociálna, hogy Kőbánya rendőrkapitánya, vagy volt Kőbánya rendőrkapitánya, vagy bármi más. A bűnelkövetési szempontból mit hoztak a közösségi oldalak? Hát sajnos mi azt tapasztaljuk, hogy olyan megszűnő kapcsolatok, vagy jelenlegi kapcsolatok, vagy osztályban bekövetkezett vitákat felhasználják arra, hogy a legnagyobb közösségi oldalon kommenteket fűznek hozzá, fotókat montíroznak, összevágják a fotókat, nem egyszer erotikus tartalomú képekhez beillesztik a volt barátnőjüknek, vagy a volt barátjuk fejét, és ehhez különféle hozzáfűzéseket tesznek, kommenteket, és ez gyakorlatilag már kimeríti a bűncselekmény fogalmát. Nagyon sokszor ellopják olyan kémprogramokra hozzátartozóiknak a kódjait, amivel a számítógépen a levelezési rendszerükhez hozzáférnek, és olyan információkhoz jutnak, ami már szintén bűncselekmény. És ez sajnos egyre gyakoribb, hiszen a technikai fejlődés, a különböző programoknak a létrehozása, ez mind-mind ezt a rendszert hozzá előtérbe. A kőbányai rendőrkapitánsághoz érkezett ilyen típusú bejelentés, vagy általánosságban beszélgetünk? Beszélhetünk-e arról, hogy megnövekedett ezeknek a száma az elmúlt egy-két évben? Nyilvánvalóan megnövekedett, hiszen a BTK változás is azért jelentősen átalakította ennek a bűncselekménynek a tágkörét. Volt már nekünk olyan, aki korábban gyakorlatilag a felnőtt tartalmú szakmában dolgozott, de ennek ellenére olyan kommenteket fűztek az ő képeihez, ami már becsületsértő. Hiszen mindenki eldönti, hogy miben tevékenykedik, de ennek a nyilvánosságra hozatal az ő szuverén joga. Amennyiben ezt viszont felhasználják az engedélye nélkül, az már megint csak polgárjogi igényeket is, illetve büntető igényeket is felmerít.
és nem egyszer előfordult az is, amikor válófélben lévő férj, feleség korábban készített fényképeket, felnőtt tartalmú fényképeket töltött fel, és hozzáfűzéseket tettek ezekhez a fotókhoz. Ez nyilvánvalóan nevezhetjük gusztustalannak is, erkölcstelennek is, de alapvetően büntetőjogi kategóriát is képez már. Milyen büntetésre számíthat az, aki ilyen kommenteket ír, vagy esetleg megoszt valami olyan képet, vagy ugye azt a szót is használta, hogy összemontázsolnak egy arcot mondjuk egy nem odaillő testtel. Mire számíthat az elkövető? Ez egy tágfogalom, hiszen a büntetőkönyvben nem biztos, nem tudjuk, hogy még büntetési vagy tényállást valósítja meg. Ez alapvetően a pénzbüntetéstől a szabadságvesztésig terjed. Tehát ez a bírói függetlenség és az adott konkrét ügyben a konkrét bizonyítékok felsorolása, vagy a tárgyi jogsértés az, ami meghatározza, hogy milyen büntetésre számíthat. Alapvetően a pénzbüntetéstől indulunk, és hát a legvége az alapvetően a szabadságvesztés megvonása. Mire figyeljünk, hogyha mégis úgy döntünk sok-sok elrettentő információ után, hogy használjuk a közösségi oldalt, és egy saját profilt kialakítunk rajta? Hát nyilvánvalóan ez saját magunkra tartozik. Egyébként, hogy ezek a bűncselekmények jelentős része úgynevezett magánindítványos bűncselekmény, ami azt jelenti, hogy mi döntjük el, hogy mi az, ami sértette a mi belső, illetve a szűk közösségünket, az önérzetünket, hogy ezt mennyire bántotta, de nyilvánvalóan fontos az, hogy a jelszó az kifejezetten az a miénk legyen. Ehhez idézőjelben megmondhatjuk a párunknak, vagy bárki másnak, de akkor felvethetjük annak az ódiumát, hogy ehhez hozzáférnek. A másik, ami én szempontomból úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy olyan ismerősöket jelöljünk be, akikbe maximálisan megbízunk. Előfordulhat az, hogy gyakorlatilag egy falu bélét, vagy éppenséggel egy városrészen, akkor másik embert, vagy egy közösségben bejelölünk, és ezt követően olyan információkat jut hozzá, hiszen akkor már látja a profilunkat, hogy amit fel tud használni. Tehát ez egy szűk körre szól, egy szűk körbe próbálunk gondolkodni, és ezekre mindenképpen oda kell figyelni. És nyilvánvalóan olyan képeket töltsünk fel, amit tudunk is vállalni. Tehát azért a nyaralások, vagy olyan hozzáfűzések, hogy elmegyünk 3 hétre nyaralni, ezek azért szabadprédává teszik az otthonunkat, hiszen tudják azok, akik látják ezeket az oldalakat, hogy ők nem lesznek otthon 3 hétig. Nyilvánvalóan ezt is fel tudják használni. Tehát ezek az információk nem tartoznak másra, csak egy szűk körre. Úgy gondolom, hogy ezeket nem szabad megosztani másokkal. Mi a helyzet akkor, amikor valaki úgy dönt nagy boldogságában, hogy egy újonnan megvásárolt autót, egy szépen berendezett lakást mutat be a valamelyik közösségi oldalon? Ennek mi a veszélye? Hát az, amit mondtam az előbb, hogy gyakorlatilag ez mind a vagyoni viszonyainkra felhívja a rossz oldalon állók figyelmét, hogy érdemes ide gondolni, tehát egy adott lakásban milyen érték megszerzésére van lehetőség. Nyilván alapvetően ezek nem... A külső szemlélő számára ezek egy örömteli dolgok, viszont azt is láthatjuk, hogy a rossz emberek, egy rosszul gondolkodó csoport mire tudja ezeket felhasználni. Nyilván, ha valaki külföldi útra indul, és mondjuk nem gépkocsival a szomszédba, ott feltehetőleg vagyoni viszonyok olyanok, amik érdemesebbé teszik arra, hogy ezeket az ingatlanokat meglátogassák rossz hiszeműen. Ezek azért mind el kellene, hogy gondolkodtassák az embereket, hogy mi az, amit tényleg felteszünk ezekre az oldalakra. Hát nem tudok jó tanácsot adni igazából mindenkinek, de nyilvánvalóan ezeket végig kell gondolni, hogy mit hozunk nyilvánosságra. Vannak már olyan konkrét ügyek esetleg a kőbányai rendőrkapitánynak az asztalán, amiben egyértelműen bebizonyítható, hogy azért történt bűncselekmény, mert látta valakinek a Facebook vagy bármely más közösségi oldalán azt, hogy vagyonos az illető, és ebből arra következtet, hogy igen, ő ott találni fog valamit. Nekünk ilyen vallomásunk még nem volt, tehát az elkövetői oldalról még így nem számoltak be, hogy kifejezetten a Facebookon, bocsánat, hogy kimondtam, de hogy ezen a legnagyobb közösségi oldalon található információk alapján jutottak el egy lakáshoz. Az viszont konkrétan tudom, hogy volt olyan, aki gyakorlatilag ezen dolgozott a Facebookon, innen gyűjtött információkat egy későbbi lejáratáshoz. Tudhatunk-e olyanról esetleg, hogy valaki lop fotót az interneten közösségi oldalról, és esetleg hamis profilt létrehoz, illetve az illetőről. Hallott már ilyen történetről? Egyáltalán ennek a nyomára lehet valahogyan bukkanni?
Nyilvánvalóan nagyon sok esetben előfordult már ez. Nekünk is van ilyen, olyan konkrét ügyünk, amikor közösségi oldalról szereztek meg fotókat, és ezeket bemontírozták egy későbbiek folyamán egy hirdetési oldalra, vagy más szempontból használták fel. És nyilvánvalóan ezek az oldalakról azt is tudni kell, hogy ezek nem hiteles adatokat tartalmaznak. Nekünk volt már olyan szexuális erőszak miatti nyomozásunk, ahol egy Ericsson nevű úriember jelentkezett be, és hát nagyjából sejthetik, hogy nem így hívták. Hát hál' Istennek tudtuk beazonosítani, meg lett az úriember, de nem így hívták. Tehát nyilvánvalóan álneveken mindenféle álinformációt lehet rögzíteni, tehát nem köteles senki sem fix adatokat beadni, az oldal így is elfogadja a jelentkezést. Mindezt végighallgatva, muszáj megkérdeznem, legyen egyáltalán ön szerint közösségi oldali jelenlétünk, vagy inkább úgy tesszük jó, hogyha egyáltalán nincsen. Ugyanis hallottam olyan esetről is, amikor valaki semmit nem osztott meg, nem töltött föl magáról fotót, de már pusztán az alapján, hogy kik az ismerősei és az ismerősei milyen információkat osztottak meg magukról, bizony fel lehetett térképezni, hogy az illető egy milyen ember, milyen pozícióban mozog, ki lehet ő. Nyilván ezt két oldalról kell megközelíteni. Magánemberként nyilvánvalóan azt mondom, hogy ennek azért van létjogosultsága. Igaz, hogy a közeljövőben szűnt meg egy magyar oldal, ami szintén egy közösségi oldalt képviselt, de gyakorlatilag ennek azért vannak egy társkeresési része. Tehát nem a klasszikus társkeresésre gondoltam, hanem mi történt ismerőseinkkel, mi történt régebbi barátainkkal, adott esetben elszakadt családokat is meg tudnak rajta találni, vagy a régi ismerősökkel kapcsolatot felvenni. Ezek nyilvánvalóan egy pozitív oldalai ennek a közösség oldalnak. És a másik oldal, amit ön is elmondott, ez a negatív oldal, hogy olyan információkat lehet róla legyűjteni, amit adott esetben bűncselekmények, konkrét bűncselekmények elkövetéséhez tudnak felhasználni. Ebből a szempontból természetesen tudom azt mondani, hogy talán nem biztos, hogy van egy ilyen oldal, de ezt mindenkinek magának kell eldönteni, hogy ezen az oldalon hogyan, miként szerepel. Van olyan ismerősöm, aki gyakorlatilag nem névvel, semmiféle olyan információt nem adott meg magáról, csak pusztán egy gyermeke oktatási szempontjából tart kapcsolati rendszert, és semmi másra. És azok a konkrét személyek tudják, hogy ő kihez köthető, és kifejezetten az iskolai adatoknak az átadását szolgálja, mi volt a lecke, mi volt az iskolában, mit tapasztaltak. És gyakorlatilag itt viszont mindenféleképpen ez egy fontos tényező, hogy mindenkit nem tudok meggyőzni arról, hogy ne legyen, nem is kívánok erre meggyőzést, vagy bármiféle információt, vagy pressziót gyakorolni. Mindenkinek el kell dönteni, hogy ezt az oldalt hogyan és milyen módon akarja használni.